Sziasztok! Hát a legutóbbi rész végén, miután elköszöntem, az a helyzet, hogy csináltam bizony ezt, azt, aminek az eredménye az lett, hogy egy szép adagot felfedeztem az itteni térképből. Nem maradtatok le semmi érdekesről, rókajukasztam, haikukat írtam, kisebb mongol helyőrségeket szabadítottam föl, illetve az Okada tanyát is. Itt már alapból ez az első tanya, ez itt úgy jelent meg, hogy itt vannak a mongolok, stb. Szóval erre a részre exakt sorrendben nem igazán van, hogy akkor hogy fogunk haladni, hogy először az úgymond jelentéktelen mellékküldiket nyomjuk, aztán meg a karakterhez köthetőeket. A karakterhez köthetőeket mindenféleképpen sorrendben fogom, tehát nem azt fogom csinálni, hogy mondjuk belül előbb a 7 per 9-et nyomom, hanem akkor előbb... hogy van ez? 6 per 9 és... itt meg az 5 per 9. Szóval előbb mellékküldizünk egy kicsit, azt nem tudom, hogy most a mitikust is le fogom-e nyomni, de főküldit is kéne nyomni továbbá. Új objektumok is megjelentek a térképen. Párbajok, ezeket nem csináltam még meg. Kettőt találtam. Ugye ezek lényegében roninok, tehát amúgy ez külön idegesítő, hogy a mongolok mellett most már ezekkel is foglalkozni kell. Mongol helyőrségeknél is ott vannak, tehát így kurva jó. Viszont ezzel a páncéllal kurva jók vagyunk gyakorlatilag. Az összecsapás sorozatok is megnőttek egyet, tehát most már 4 embert baszarintunk szét. És van egy adott százalék esély rá, hogy... 10% eséllyel megrémül a közeli ellenfél, és azokkal ugye lényegében már nem kell küzdeni. Kipróbáltam azt, hogy az egyiket, amelyik megrémült és elfutott, még tarkón lőttem egy élveszővel, az lett az eredménye, hogy kaptam érte egy trofit. Ezt csináljam meg, de azt már így nem jelezte külön hitmarkkal se a célkereszt, tehát azokat már a játék nem tekinti ellenfélnek. Na, akkor párbajka. Ez a rész amúgy ideig az egyik leggyönyörűbb a játékban, konkrétan a pókliliumok, Red Spider League között. Nagyon zogresszes részre emlékeztet, már ott is pókliliumok voltak. New 1-ben. Ez a rész az tényleg gyönyörű, meg eddig a bambuszerdő, ez a kettő. Pedig az első... a szigetnek az első része se volt kutya, na ez viszont... emá tényleg valami. リュウゾウの話、偽りではないか。それはどうかな。 De szép a zene. Ó, meg ahogy elrakjuk a kardot, az a tisztítási szert, tehát rázzuk a vért és visszacsúsztatjuk a izébe. Mi a nevébe? A kard hüvelybe. Elvégre minden vágás ott kezdődik és ott is ér véget. 9 készletek? Ezzel van kiszúrva a szemem. Hát ennek nem örülök annyira. Viszont így, hogy ezt megcsináltuk, jöhet a másik párbaj. Ez pedig egy vízesésnél van. Szóval kimondottan hangulatos helyeket sikerült ezeknek kitalálni, de... ez alapvetően a Nioh-ban is így volt az ilyen 1v1-es párbajos küldiknél, úgymond. Remélhetőleg a többi is ilyen szép helyen lesz. Sakai-dono! Jók kiste kudasatta! Ryuzo emberei nagyon éhezhetnek, hogyha így mindegyiknek ténylegesen a... párbaj jut az eszébe, tényleg jobb dolguk nincsen. Ezt a fekete démon nem győzöd le, öcsém. Nem ebben az életben. Kezdjük. Ah!
Aha, jó, spameljél még egy kicsit, te buznyák. Jó, megem. Bírom tényleg, hogy ezek azért tudnak nehezek lenni, mert ezek a blokkolhatatlan atakok, amiket... Ugye nyilván nem tudsz leblokkolni. Lebasszák az életed kétharmadát. Hoppá! Mennyei csapás! Yeah, foly! Ezt a vágást amúgy bár én is megtanulhatnám tőlük. Már csak azt a haragtáncát fogjuk majd. Persze az is jó lesz, az is jó lesz, az több ellenfélnél külön. És szinte miért nem ad semmi hírnevet? Nem értem. Jó, mondjuk lehet, hogy a játéknak nem éppen ezek lesznek azok a pontjai, amelyek tényleg olyan a high risk mellé azonnal társul a high reward is. De hát ez van. Szóval akkor. Megcsinálhatunk egy tonnányi történetet. Én azt mondom nektek, hogy... hát azért ezekből a úgymond jelentéktelnebbekből is van vagy öt. Melyiket csináljuk először? Melyiket? Szerintem az ittenieket akkor mondjuk akkor kezdjük ezzel. Tök jó, hogy legalább már tudok fast travel-elni. Junával még amúgy se volt semmi mellé küldi. Ishikavásból viszont csak egyet láttam, azt is ebbe a videóba mindenféleképpen. Szeretném. Otsunai határ mellett. Hát ez konkrétan egy ilyen kis úton lesz ugye a semmi közepén. Már voltam ott, pofátlanul ellovagoltam mellette. Bocsánat, kell a bőrötök. Ugye nem haragusztok meg. Köszönöm. Na. Kisebb botlás csak. Remélhetőleg most nem köt belénk senki. Annyi összecsapást nyomtam. Ó, di csak egy küldike. Vagy valami szóbeszéd legalábbis. Vagy ez melyik? Melyik? Nem, ez nem tartozik semmi, ez jó, akkor ez... Ez csak valami új szóbeszéd, ezt tudsz lesz? あれは剣の腕を磨くもの。ああ。心を澄まし、人たちで竹を切らねばならん。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたしますあの大きな旗も。そうしてくれぬか。 Mindegy, majd bambuszizunk is. Akaraterővel kimondottan jól állunk. Már megengedhetem magamnak, hogy fél percenként mennyei csapás spameljek. Összecsapásokból úgyis nagyon szinte az összeset visszakapjuk. És akkor, ja, meg is érkeztünk. Yuna. やりかわにおるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百個町アルタ。ボツナで酷い話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば。血祭りや。そういうことか。 馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放っては置けない。そやつを助け。
Végzünk a hadúrral. Az azt jelenti, hogy a negyedik történetnek a vége lesz szerintem az. Az lesz a klimaxa annak az egész izének. Questline-nak. Gondolom én. Hát, hogyha a mongolok nem vesznek észre, akkor... Samurai? Nan no goyo de? Ez ön mit akarsz? Több tiszteletet, öcskös. Bosszus beállást én is tudok. Ó, hogy a kurva anyád. Spíres buziknak fejlövés jár. Hát, geci, azért ez nem volt semmi. Itt már mindenki patkány. Yuna. Ichi, ikiteta da. Nani yo nano sa? Tasuke ni kitan da yo. Watashi o shinasu kikai. Sekkaku mou kodomo o yoitsubushita tte no ni. Konna koto Arutan no mimi ni haitta ra dou naru to omotte ru? やつらに使えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。一、アルタンから守って居場所はわかるか。誰にも知られてない。 あいつの手下にさえでも打つ手がないわけじゃない。モーズ、やつの懐刀の探しな。言いなりになってる島の人売りさ。見せしめに殺してやれば、アルタンが出てくるかもね。人売りだと。ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと。ラプソーガ入っちゃうろ。今さら遅すぎるよ。ボンボメッチョ買っちゃっておいたんめ。あんまり買いみせりん。 ピットズでジャラピタにあしたリスト。何か分かった。エルヴェスマキシデスノートマテイニシ。アルタンをスカラ出すには滝つければいいそうだ。クロードならクモない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟。知っておるのだ。マムシ。聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしてるぞ。いや。 Kicsikét csülátásolvastam, nem jött le, hogy japán rabszolgahajcsárok. Nem mindegy. Szóval akkor a küldetés az még csak most kezdődik. Nem. Most fejeztem be. Jó, mindegy, hülye vagyok. Megfiatalodás. Na, lő csendes halál. Igazából akkor most már mély ne haladjunk erre, hogyha ez van a legközelebb. Mamusi fűérek. Akkor gondolom szétbaszunk köztük most. De löpköztetek, amúgy is kell az akaraterő. Tökéletes powerbanknek bizonyultok, tesókáim. Ezek a tapasztaltabbak a... Sárga ruhások már hajlamosak egész komolyan beijeszteni. Különösen amelyikek ilyen lángba borult fegyverrel támadnak. Azok határozottan nagy görények. Nem
Fussolj el! Az úgy, úgy beszart, hogy hanyatt is esett, de elég rendesen. Na ennyi, max akarat erő. Itt ez a gyors töltés. Nem kell külön port, meg ilyesmi. Nagy lófaszt. Arrafele mi van egyébként? Itt biztos, hogy egy... Jó, csak egy híd. Már attól függetlenül lehet még valami kis mongol falucska itt. Valami megszállt mongol falucska. Sütj! De ha már amúgy is itt vagytok. Na elmentek a vértükrös kurva anyátokba, mindahányan vagytok, ti kis retkedékek. Igazán? Add be a faszodat. Ronin geci, bazd meg. Akkor se húgyoznék a szátokba, hogy épp előttem akarnátok szomjan dögleni. Pú. Szarháziak, geci. Ahogy minek szállok lóra, amikor körülbelül 60 métert kell gyalogolni. Tudjátok, ez ilyen rutin, nem olyan, hogy összecsapásuk után, mivel amúgy is csak megzavartak, ezért utána úgy is haladni kell tovább. Hát most nem ez van. Ronino, geci, fúj! Hüha! Pont a legkevésbé családbarát képet mutatják most így a küldi elején. Hát ennyit arról, hogy akkor Jin, tér le erről az útról. Azért remélem nem az lesz a vége, hogy a játék vége, hogy a nagybátyámmal kell párbajoznom csak azért, mert megváltoztam. Ne öld meg az űröket! Ne vegyenek észre! Jaj már! Kell ennyit baszakodni. Mindegy, készítsük be a füstbombát, dobásra meg. Szélcsengő, petárda, lófasz.
Indulj már vissza a másik oldalra, te gyapott szedő, te. Háztetőn biztonságban leszünk. Azt hiszem. Hoppáré. Hát ez így akkor érdekes lesz, hogy azt sem tudom, hogy pontosan hova kell menni. Hajime! Azt igen. Na akkor egy még döglött. Szinte egész biztos, hogy a másik kettő az arrébb lesz. Thank you, Captain Obvious. Méghozzá ott mondjuk, és... Na mi van? Észrevették? Valószínűleg. Hát igen. Innentől kezdve lesz egy kicsikét nehezebb tartani azt, hogy ne vegyenek észre. Hú! Hát az úgy még a futottak még kategóriába, ez úgy... belefér? Ja, hát ez itt csak egy ilyen kis magraktár, valami. Hú! De profi vagyok! Azt a kurva mindenit. Még mindig az a feladat, hogy ne öljek meg senkit. Most már legalább úgy jobban látok. Aha, ott lesz benn. Ott lesz benn az a kis gyökér. Fordulj el meg, öcsém. Majdnem. Oh boy. Pedig Zoni ígéretesnek indult. Oda dobott vissza a játék, hogy már meghalt. Jó, most már csak a feje kellett. Csak egy maradhat.
Hol az utolsó vajon? Hát az nem lesz egyszerű. Ez kurvára nem lesz egyszerű. Miért nem lehet egyértelműsíteni egy kicsit, hogy az is valami házban van, vagy nem tudom. Miért kell túl bonyolítani a dolgokat? De szemfüles vagy, rohadjál meg. Siker. Csak 80 méterre, jó van. Legyom harcinta! で、死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたこと知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずは新たに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。 Zseniális. Modernkori totem oszlop végül is. Fel lehet úgy fogni. Szép nyelv ez a mongol, nem? Aitra, ichimokusan-ni nigete itta ne. Arutan-ni shiraseru daro. Mou hitori iru nda. Mina o shiuraku-ni saratte kita otoko. Kuro inu. Naraba kiru made. Fekete farkas. Az lesz akkor a harmadik küldi. A negyedik az meg ez az Altan gyerek. Hát jó. Most már viszont akkor költsük technika pontokra is. Napló frissítve. Ezen a részen lesz.
Igazából akkor most már szerintem ezt a questline csináljuk végig. És... na, mindjárt kész lesznek az állások is. Ja, akkor megcsináljuk ezt a Júnásat még. Aztán meg szerintem majd az Ishika vásat kéne, mert abból csak egy van. Szóval most ez lesz akkor a menetrend. Nem is kell olyan sokat utazni, csak éppen... Ez necces volt. Ez szarabb helyre nem is hívhattam volna a lovat egyébként. Ahogy tele vagyok bambusszal, nem tudok többet felszedni. Akkor majd költeni kell valamire. Távolsági kapacitásunkat növeljük, vagy valami ilyesmi, majd ezután, ha ezt megcsináljuk. Jó, tudom, a madarat is követhetném, de... de nem. Szóval... Mondjuk a mamusi fivéreknek már pont nem ad el semmit. Ez egy elég véres bosszú lesz. Mondjuk nem hiába az a játéknak a címe, hogy Tsushima szelleme. Nem pedig az, hogy Tsushima szamurája. Az igen, hát itt tényleg vannak egy páran. Nem baj, legalább akkor erre a részre se kell így külön jövögetni, felderítgetni, bár úgyse derítenék föl minden foltot, hogyha majd a endgame után ez úgyis automatikusan megtörténne. Na, négyet kapásból a gyártósorra küldünk vissza. Majdnem átbaszott, majdnem. Mindjárt csónakázunk, csak itt legalább ezt a kis sátrat át akartam kutatni. Hát, hogyha van ott bent valami olyan loot, ami érdekelhet. Esetleg valami feljegyzés, vagy ilyesmi. Hát, nem, az nincs, de vas az van. Szélcsengő, tökéletes. Alulértékelt dolog volt ez így nekem, de... és hát simán csak rájöttem, hogy nélküle már egy-két terület nem játszható. Ah.
どこに行った。もうこの悲鳴で呼び出す。Tök vicces, hogy ilyen koron tehetetlenek. Durva. Durva ez a Stone Kunai. Szövete Arutan no méda. Kodomo szaradte oru daro. Csigau, are o... Vazreta toa iwasenai yo. Atas to ototo no taka o toraete. Mamushi no shurok ni utta janai ka. Taka... Are wa kawaii ko datta na. Ore no kiyoku de wa... Omae ga aitsu o sashidashitan da zo. Shitte ireba. Yuna, onushi ga kire. Meg már azt hittem, hogy itt valami komoly sztoribeli csavar lesz. De akkor csak védeni próbálta magát a szerencsét, hogy nem én voltam. De akkor, ha már három küldit ilyen szépen lenyomtuk, akkor ezt fejezzük is be, ezt a lányt. あいつとは大綱であって飯と寝床をやるって言われたからタカも連れて行ったんだ気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せば、タカを救えた。でも怖くて、見てるしかなかった。Akkor ez valami szexuális zaklatás volt. せめてはならぬ。こたびのことで、守られた子もおろう。少し休みたら宿に戻るよ後で会おうvérrel írott üzenet Négy per négy, oké. Ichi fogadója, az azt jelenti, hogy innen megyünk. Fú. Sokkal inkább ilyen túlvilági kinézete van ennek a régiónak amúgy. Egyszerűen olyan sokkal sötétebb hangvételű az egész, nem tudom megmagyarázni, de ezt érzem. Ez a mostani időjárással is fasza lesz. Szívesen nem hagytam, hogy a medve megbasszon mint DiCaprio-t a visszatérőben. Pedig megtehettem volna. Az a két legyet egy csapásra történet. Mongolokat is nyírsz ki, meg még ragadozó írhát is kapsz. Kell lennél több? Sutty! Hoppáré! Itt minthogyha történt valami. Ezt abból gondolom, hogy... Gyanúsan nincs itt senki. Volt egy rohadt nagy vérfolt kint, meg karóba húzott hullák.
Muszáj volt pont az emeletre másznod, csai. Ó, geci, legalább azt mondja már valaki, hogy betolke mászti valahol. Na de... Na végre, András, na végre, csak célba találsz. Nem, akkor úgy néz ki, nincs semmi bajuk. De, mégis. Ártán megkítem, de... Okage de kono zama da. Kusi no sakai ni aru yae de matteru to sa.許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。新たにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。 That's some serious disrespect right there. Folyan egy párbajba leverik, gondolom, ezt az Altánt, aztán Ishikawával rajoskodunk majd egy kicsit. Annak a történeteit szerintem a leginkább az öreg az rohadtul flagba. Kedvencem akkor is az volt, amikor megkaptam az íjat, mellé ültem egyet is, és akkor azért... Na hagyd, hogy megbánjam ezt. Jaj, kurva nagy forma volt. Meg önmagában az egész Tomo és Questre kíváncsi vagyok, hogy abból mi lesz. A Masako sorsa is érdekel nyilván. Plusz az a szerzetes, az a Warrior Monk is. Jó fejnek tűnik. Aha, és akkor itt még földerítünk majd egy csomó mindent. もしらないくせに。一と会ったのは、マムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも一の案。一が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して。一斉に走り出した矢先に、一が悲鳴を上げたんだ。 でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても、殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと?しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。It's so tough as one of the sage and a footage the hostage. Nem akarok ilyen közhelyekkel dobálni, de most tényleg oké. Kölykök voltak, visszamegy, őt is megölik, stb. Megkínozzák, még jó van. Tehát, hogy... Nem tudom, most így... Furák ezek a szituk, amikor valaki most valamiért hibáztat, amiről egyébként nem tehetsz, de... Mégis eléri, hogy azt érezsz, hogy tehetsz róla, na, vagy mindegy kussolod. Ez nem azt jelenti, hogy ez az Altan, ez nem is létezik igazából. Üld meg a mongolokat. Na. Ezt már vehetjük úgy, hogy négyel kevesebb. Az anyádat. Double kill. Annyira jó egyébként, amikor a saját hülye csapdájukba sétálnak bele. Az olyan vicces. Ezek a majmok megtanulták használni a tüzet, az a legnagyobb baj az egészben, de hát...
pár ezer évet késtek vele. Ó, két darab nehéz nyíl, tökéletes. Ugyanaz a quest még mindig? Na, náhogy ugyanaz. Harc közbeni lootolás. Ja, jó, oké. A kurva anyád. Ja igen, most már kifejlesztettem azt a skillt, hogy ha támadok, akkor automatikusan minden szélállásos támadással deflektelem az ellenfélnek a ütéseit. Hátra vinni tarkon lőni. Dagad! Jaj. Jó, hogy amúgy váltottam állást már kurva régen. Mindegy. Nem feltétlenül kell mindennek tökéletesen működnie, csak úgy mondtam. De miért nem lehetne ezt egy összecsapással elintézni? Amúgy sokkal egyszerűbb lenne, mint hogy egyes évek kelljen ezeket keresni. Már frontálisan betörünk. Ez kurva jól esett. Na. Van még életben valami szar életű, akiről nem tudok esetleg? Csak mert egyet nem látok. Az erekéknek örülünk. Na azért. Oké. Aitsu da. Arita. Teishita o hikitsure yagatte. Oppachko, oppachko, oppachko. A díszesen vannak költözve itt a fiúkák. Arita. Kazukazu no shogyo o kuyamu ga ii. 笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいというの。龍蔵がこちらに着いたのもよくわかる。黙れ。ざれ言は姉妹だ。 Ó, pajzstörő kell ide.
tuti ez fog tudni valami mocskos unblockable szart. Pajzsos pofozásokon kívül. お前も生き残るのに必死なのだ。 それにしてはなぜそうも同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を殺す。あざきの悪徳な侍。 Bam! Spíres buzernyák. Hát ez a párbaj, ez kimondottan könnyű volt amúgy. Jó, mondjuk azóta már fel lett fejve a pajzstörő, az így fullosan, tehát így 1, 2, 3, 4. Elég szépen megy a kaszabolás vele. Artan-o korostemo, Frodo-o katakini omou rencsú wa iru. Minna tsugi wa jibun no ban da tte obieteru yo. Ore ga kiru no wa akunin nomi da. Atashi tachi wa dou miru? Tada no bakemono. あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。 Ez egy gyönyörű barátságnak a vége. あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが、下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。 Na mindegy. Be van fejezve egy teljes questline. Négy per négy. Ez azt jelenti, hogy... Ishikawa történet következik. Hogyha... Most tényleg egy... nagy rakás sártócsába álltam neki szúnyókálni. Ez zseniális. Szóval... Én most azt mondanám, hogy... Természetesen válasszuk ki a legmesszebbi célpontot. Majd meg persze még földerítem eztet. Meg itt volt még egy kérdőjel valahol. Meg ezt. És akkor aztán lenyomjuk az Ishikawás történetet, tehát abból most amúgy is csak egy van, egyelőre. Fura, hogy a maszakósat viszont egyszerre mutatja mind a hármat. Jó, mondjuk ott lehet nem számít a sorrend, azért. Itt pedig hasonlóan, mint a Júnásnál, egymásból fog következni a többi. Na mindegy, meglátjuk, azzal fogunk kezdeni. Aztán szerintem majd megcsinálom... Lehet ezt is, mert ebből ugye összesen csak három van, meg aztán ugye majd itt lesznek a... Milyen történet folytatása? Még elkezdtem? Ja igen, a templom közelébe lovagoltam a bambuszerdőn, lehet azért érzékeli úgy. De igen, akkor a... Oké, meg itt a Yuriko is. Akkor annyit mondok, hogy Ishikawa, aztán utána majd eldöntöm, hogy melyikkel folytatjuk. De szerintem most... Egész jól haladtunk, igazából 5 küldit lenyomtunk. Azt szerintem nem sima. Vagy 4-et? Ja, csak 4-et, jó, tudok számolni. Az a lényeg. Na majd akkor innen folytatjuk, sziasztok!